Maratoni versolvasást rendeztek az Ipolyi Közművelődési Központban a költészet napja alkalmából. Az óvodásoktól a szépkorúakig minden korosztály képviseltette magát. A köszöntőt követően a Szent Kristóf katolikus tagovoda kezdte meg a maratont. Csőke Tibor helyismereti könyvtáros beszélt az idei év irodalmi, illetve török Szent Miklóst érintő évfordulóiról. Városunk általános és középiskoláinak diákjai, iskolai csoportjai, pedagógusai vették át egymástól a jelképes stafétát. Volt egy ember, nagy bajuszos. Mit csinált? Elment a kúthoz, de nem volt víz a vedelben. Kapta magát, telemerte. A maratoni versolvasás egy hagyományos rendezvényünk, a KÉSZ török-szent miklósi csoportja indította el a könyvtárral közösen jó néhány évvel ezelőtt, és hagyományosan a költészet napjához kapcsolódik, és megszólítjuk vele a legkisebb korosztályokat, az óvodásokat, az általános iskolásokat, és persze a felnőtteket is. És mivel idén április 11-e a tavaszi szünetre esett, ezért került sor egy héttel korábban, amikor még iskola van április 4-én erre a rendezvényre. Süt a nap, esik az eső, szelek járnak és felhők futnak a széllel. Vannak virágok, fák, patakok és emberek. Valahol mindezek mögött van az Isten. És ő igazítja a virágokat, a fákat, a patakokat, és az emberek közül azokat, akik neki engedelmeskednek. Minden évben ugye vannak évfordulók, irodalmi évfordulók, ebben az évben is van Petőfi évforduló, Madács, Kölcsei himnuszának van évfordulója, de Csokonai évforduló is van. Ennek ellenére nem kötjük ilyen évfordulókhoz a választandó művek kiválasztását, de nyilván aki az évfordulóhoz kapcsolódva szeretne választani, megteheti azt is, tehát nyilván ebben az évben is elég sok Petőfi vers volt, de Madács verseket is hallhattunk, úgyhogy bárki bármilyen verssel jöhet. És milyen különleges volt az, amikor a Bercsényi pedagógusai készültek némi meglepetéssel? Igen, ez meglepetés volt, mert a pedagógusok ritkán mondanak verset, ők felkészítenek, ugye, és elkísérik a diákokat. Ez most idén egy meglepetés volt, és itt derült ki a helyszínen, hogy ők egy verssel, illetve verscsokorral készültek konkrétan Madács műveiből. És mit kapott az, aki részt vett ezen a programon? Hát elsősorban élményt, lehetőséget, élményt, és egy emléklappal jutalmaztuk azt, aki vállalkozott versmondásra, versolvasásra. Végül az oktatási intézmények után bárki elmondhatta kedves, kedvenc költeményét. Áll néma csend. Légyszárnya benn se künnem hallatik. Fejére szól ki szót emel. Király nem alhatik. Elő sípdob zene! Harsogjon harsona! Fülembe zúgja átkait a velszilakoma. De túl zenén, túl sípdobon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanú dalát. Idén több mint 200 aktív résztvevővel valósult meg a maratoni versolvasás.